Most pedig látogassunk el a Művészeti Szakgimnáziumba, ahol már várják a nyolcadikosok jelentkezését. Azt gondolom, hogy az élet az iskolák életét is teljesen átírta, illetve hát ez a járványhelyzet, és hát igaz ez a Művészeti Szakgimnáziumra is. Hogyan alakul most például a felvételi rendszer, hogyan alakulnak a nyílt napok, lehet-e egyáltalán tartani, hogyan lehet eljutni a nyolcadik osztályosokhoz? Az iskolával csak az online téren keresztül tudnak most ismerkedni a leendő növendékeink, mert a pandémia sajnos ezt a részét is átírta a működésünknek. Eddig ugye rengeteg megjelenésünk volt város szerte, rengeteg versenyen, programon, előadáson tudtunk részt venni. Ezt most nem lehet, viszont az október végétől elérhetőek lesznek a művészetienyh.hu weboldalunkon azok a lehetőségek, amelyek mégis lehetőséget adnak arra, hogy megismerkedjenek az iskolánkkal a leendő növendékek. Voltak egyébként korábban is rendezvények, ahol találkozhattunk művészeti diákokkal. Most hirtelen például a karácsonyi vásár jutott eszembe, ahol előszeretettel felléptek a növendékek. Kell még egyáltalán reklámozni az iskolát, vagy azért tudnak róla, ott van a köztudatban? Én úgy gondolom, hogy a köztudatban ott van mindenképpen. Annál is inkább, mert ez egy nagyon különleges iskola. Különleges helyet foglal el az oktatási rendszerbe, országosan is, maga a művészeti szakképzés, és különleges helyet foglal el Nyíregyházán is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, hiszen nincsen még egy olyan művészeti szakképzőintézmény közel-távol, ami három művészeti tagozattal működne. De nálunk zeneművészeti tagozat, táncművészeti tagozat és képző- és iparművészeti tagozat is működik. Legközelebb a Dunántúlon találhatunk ilyen iskolát. Ennek természetesen vannak hátrányai, ez elsősorban ugye az igazgatási irányítási feladatokban jelenik meg, viszont ez az összetettség a képzés szempontjából rendkívül előnyös, hiszen különböző képzések, szakképzések, művészeti képzések tudják egymást támogatni, és ez a valóságban is így történik a mindennapokban. A táncművészeti tagozaton néptáncot és modern kortárs balettet oktatunk, illetve a zeneművészeti tagozaton klasszikus zenére, népzenére és szín- és szakmákra iratkozhatnak be a gyerekek, a képző- és iparművészeti területen pedig szobrász, divat- és stílustervező, illetve grafikus szakmákra jelentkezhetnek a diákok. Melyek mondjuk a legnépszerűbb a három szakirány közül, vagy lehet egyáltalán különbséget tenni? Igazából nem lehet különbséget tenni, mert mind a három tagozatnak megvan a maga specialitása, jellegzetessége. Létszámokat tekintve legtöbben a képző- és iparművészeti tagozatra jelentkeznek, és azon belül is a grafikus szak a legnépszerűbb. A táncművészeti tagozaton a néptánc a legnépszerűbb, és a zeneművészeti tagozaton pedig a klasszikus zene a legnépszerűbb. De azt nyugodtan elmondhatom, hogy a legerősebb művészeti képzéseket tudjuk nyújtani. A művész tanáraink nem csak tanítják, hanem művelik is a művészetüket, és nagyon erős közismereti oktatással rendelkezünk, ezt bizonyítják az érettségi, illetve a szakmai vizsga eredményeink. Nagyon sok előrehozott érettségit tesznek le diákjaink angol nyelvből, sok középfokú, illetve felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, és nyugodtan el lehet azt mondani, hogy a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium előszobája a művészeti egyetemeknek, hiszen itt professzionális művészeti képzés folyik. Nagyon sok diákkal lehet találkozni országos versenyeken is, ahogy már említett. Például volt olyan, azt hiszem, a táncosoknál, hogy a országos televíziós vetélkedőben is nagyon szép eredményeket értek el. Ez így van. Példaként is a teljesség igénye nélkül tudom mondani, hogy tavaly egyesületi vívódíjjal tértek haza a táncos növendékeink. A klasszikus zenéről is tudok most hirtelen egy példát mondani. Az elmúlt tanévben az országos kamarazene versenyen az Arcanum kvartettünk, gitárkvartettünk kiemelt első díjjal érkezett haza. Nagyon fontos, hogy ide mindenki gondolom úgy érkezik, hogy van már azért előképzettség. Ez elvárás is?
A leginkább elvárás a táncművészeti tagozaton és a zeneművészeti tagozaton, hiszen ott a zenei előképzés az alapfokú művészeti iskoláknak az előzetes munkája és tehetség válogatása az, amiből mi tudunk táplálkozni, hiszen ide már tényleg a legtehetségesebb tanulókat vesszük fel pályaalkalmassági vizsgán, ami ebben a tanévben február 25-én és 26-án lesz. Van olyan statisztika, vagy van olyan adat, hogy mondjuk hányan maradnak utána a művészet területén, akár színházban, akár együttesben zenélnek utána a folytatásban? Legfrissebb adataink mindig a továbbtanulásról vannak. Azt el tudom mondani, hogy a tanulóink, a végzős tanulóink 80-90%-a megmarad a művészeti tanulmányoknál, és néhány százalékuk megy tovább egyéb felsőoktatási intézménybe, és szintén néhány százalék, aki a munkaerőpiacon áll helyt. Nagyon fontos egyébként általában egy-egy ilyen művészeti iskolánál maga a hangulat, ami megfogja a diákokat. Ez is jellemző itt az intézményre? Belép az ember, rögtön megcsapja az, hogy azért más, mint egy átlagos középiskola? Ez így van, ez valóban a művészet szele egyből érződik, és megcsapja az ember orrát, és az a lélegzetvétel, amit először itt beszív, az látványokban is megjelenik, hiszen a folyosóinkat díszítik a képző és iparművészeti tanulóknak az alkotásai, festmények, szobrok, de ha végigmegyünk a folyosókon, akkor a zeneművészeti tagozaton hol énekhang, hol a résztfúvósok fújnak, és annak a hangja, vagy zongora hang hallatszik ki. Úgyhogy minden területen, illetve a Szabolcs utcára átmenve a táncművészeti tagozaton szintén a népzene, a zene hangja és a dobogás az, ami a táncosokat jellemzi, szintén kihallatszik. Amikor jönnek ide általában normál esetben nyílt napra a diákok, nagyon gyakran elhangzik a kérdés, hogy miért ajánlanák ezt az intézményt, miért? Azért, mert olyan muníciót szerezhetnek itt a gyerekek, akár maradnak a művészeti tanulmányoknál, akár később másfelé sodorja őket az élet, amit úgy gondolom, hogy más iskolában nem. Amit manapság ugye a szakképzés kapcsán hangoztatnak, hogy a legfontosabb a munkaerőpiacon a kreativitás, a kitartás, az együttműködés, ezeket a kompetenciákat biztosan elsajátítják és megtanulják itt a gyerekek. We'll be right back.